mire? Hát a hírekre, hogy mindenki, aki itt van, az Soros György támogatja, mindenki attól kapja a pénzét. Elegem van ebből, hogy azért, mert van egy véleményem, és annak helyt adok, azt mondják rólam, hogy hazáruló és Soros bérenc vagyok. Ennyi, ez a lényege. Hogy láttattuk a bajt. Már a puszta létünk is azt jelezte, hogy nem tökéletes a rendszer. Azt mondják a döntéshozók, csak azokat akarják ezzel ellenőrizni, megjelölni, akik ellenségei Magyarországnak. De kérem szépen, mivel vagyunk mi azok? Azzal, hogy mi egy 21. századi demokráciában gondolkodunk? Hogy nem vagyunk hajlandók azt hazudni, hogy minden rendben van? Hogy véleményünk van? Hogy szót emelünk az elesettekért? Vagy szólunk a korrupció ellen? Hogy mi nem ilyen Magyarországot akarunk? Vállalod, hogy Soros Army vagy? Persze, hogyne. Az a baj, hogy ilyen pirézsiai sékellel fizet, és nem lehet beváltani itt van. Én egy kicsit sértve érzem magam, mert nem hiszem, hogy olyan rosszat csináltam. Hát de jön a pénz, tehát most befogom a számat. Repülőgépünk is van már egy csomó a Budaörsi reptére. Egyébként mindenki a Ferihegyen keresi a Soros gépeit, de Budaörsön szállnak, de csak úgy elárulnám. És hogy működtek? Hol vannak a bázisok? Zsinagógákban? Föld alatti zsinagógákban, igen. És gyakran tüntettek? Én személy szerint nem. Mostanában már kihívtak. Mostanában, igen. Voltunk vasárnap is. Első komolyabb tüntetésem az internet adó tüntetés volt. Amúgy nem vagytok nagy tüntetők? Nem igazán. Ilyen ekkora. Igen. Nem. Kim voltunk vasárnap is, meg nem is a Józsita, kim volt a hétfőn is. 2006-ban emlékszel, volt egy nagy tüntetés. Na azon kisgyerekkoromban voltam. Hát csak nem sokáig, mert hogy mondjam, én nem voltam abban a korban. Mert amikor érzed a bőrödön, hogy már nincs hova hátrálni, tehát hogy olyan szinten szorítottak itt sarokba mindenkit, aki szabadságot akar, szabad levegőt akar szívni, gondolkodni akar, hogy az ember úgy érzi, hogy valamit cselekedni kell. Az alapítványunk 5 közhasznú állami feladatot lát el az állami rendszer mellett. Jöttek figyelmeztetések, fenyegetések, a következmények emlegetései, aztán ellenőrzések sora. Majd az alapítványunk életében az elutasított pályázatok időszaka következett. Korábban magunk írtunk sikeresen pályázatokat, ma már a pályázatíró cégek sem állnak szóba velünk, fölösleges munkát beletenni, úgyis elutasítanak minket. Mondjam, nem vagyok jogász, de azért ez eléggé nincs rendben. De ilyen Oroszországban, meg Izraelben van, most ez nyilván nem minősíti a törvény, de azért elég durván nincs rendben. Van, amivel egyetértek, de ez a gusztustalan, megosztó politika, hogy mindenkit hülyére veszünk, ez nem. Most itt vagyok, jól érzem magam, és úgy érzem, hogy egyetértünk mindannyian. Megmagyarázni bármit meg lehet, nyilván papírjuk van róla, hogy meg tudjanak magyarázni bármit, de az kevés. A civil szervezetek legtöbbje az teljesen láthatóan működik, fenn van a honlapjukban, hogy mire költenek, és az pedig, hogy most megbélyegzik őket, vagy hogy kiírják, hogy ez senkinek nem segít. Ez csak rontja az imidzsüket, és ebből csak baj lesz. Gusztustalan. Mit gondolja? Szar a Fidesz ennyi. Meg fog szűnni a szolidaritás. Egyre kevesebben fognak segíteni másokban. Uniós és hazai pályázatok nélkül maradtak nekünk a külföldi támogatások. Soros, svájci, norvég alap, ami mind, mint negatív bélyeg éget ránk az ellenségkép keltésének jól felépített rendszerében. Eddig itt a vége, tehát hogy bármeddig lehet folytatni, tehát nyilván addig, ameddig hagyjuk, és ameddig maradnak itt emberek. Folyamatos ellenállásra lesz szükség, folyamatosan ki kell menni az utcára, és azt hiszem, hogy egy idő után kénytelenek leszünk a polgári engedetlenséghez is nyúlni. Hát aztán meglátjuk, hogy milyen formában.